Szia, anya! Szia! Szia! Jól éreztük a munkat, itt vannak tanárnők is, elhoztak. Szia, szia! Egyes volt, mi mindig. Igen. Egyenesen a felszállott a páva új szériájának sajtótájékoztatójáról érkezett a szülői házba Hóksz Attila. A tehetségkutató verseny tavalyi közönségdíjasa egy megtestesült mesehős lett szülővárosában Dombrádon. Annyi pénzt táncolt össze a 14 éves fiú, hogy ebből új otthont vásárolhattak. Ki volt téve erre a házról, hogy eladó, és úgy gondoltuk, hogy itt oldalt jöttünk, és láttuk, hogy nagyon hosszú, meg hogy nagyon széles, és szerintem úgy gondoltam, hogy elférne benne a család, ezért fel is kerestük a tulajt, és akkor sikerült megalkudnunk, és most már 3 hónapig itt élünk ebben a lakásban. Attila édesanyjával és 3 fiú testvérével korábban albérletben lakott. A fiúk mindig arról álmodtak, hogy olyan házba költözhetnek, amiben mindenkinek saját szobája lesz. Az elmúlt 3 hónap a Hóksz fiúk életében arról szólt, hogy mindenki berendezi a saját birodalmát az új házban. Attila nagy lelkesedéssel mutatta meg a szobáját, ami tele van relikviákkal. Eleinte kicsit furcsa volt, mert hogy azért 7 évig éltünk ott albérletben, aztán ide most átjönni, azért kicsit először rossz volt úgy megszokni, hogy mi merre, hogy van, mit keresek, hol találjam. De most már úgy gondolom, hogy most már nagyon szépen beilleszkedtünk ebbe az új lakásba. Kicsit az is szokatlan, hogy most már sokkal kényelmesebb, úgy hiányérzetem van mindig, hogy üres a lakás, mert hogy ugye ez már nagyobb, és az pedig sokkal kisebb volt. Az új házra valót Attila a tehetségkutató szponzorától és jótevőktől kapta. Borbás Marcsi és dr. Balogh Júlia, valamint a közmédia is jelentős összeget adományozott a tehetséges néptáncosnak. Ez még teljesen hihetetlen számunkra, hát ez álomból valóság Attilának köszönhetően, ez olyan, mint egy mese. Úgyhogy hát már most lassan kezdjük megszokni, nagyon jól érezzük magunkat. Ugye önök is látták, hogy ég is föld a 2 lakás, ugye 4 gyerek van, 4 fiú, most már van mindenkinek saját szobája Attilának köszönhetően. Attila tehetségét nyíregyházi pedagógusok ismerték fel. A tanárok szoros kapcsolatot ápolnak a fiúval és édesanyjával, és mindenben támogatják őket. Azt mondják, Attila eddigi karrierje mesébe illő, amiben hihetetlenül jó érzés részt venni. A táncosról az is kiderült, hogy szeptembertől felvételt nyert a nyíregyházi művészeti szakközépiskolába. Reméljük, hogy nagyon hosszú útnak a legelején tartunk most, de nagyon reménykeltő az a munka, amit már most el lehet vele végezni, illetve hál' Istennek egy nagyon jó osztályba került, aminek mindenképpen motorja, illetve húzó ereje tud lenni. Attila azt mondta, hogy ha felnőtt táncos szeretne lenni, vagy tánctanár. Most idegen nyelveket is tanulni kezdett, mert azt mondja, soha nem lehet tudni, hogy hol kell majd bemutatni, hogyan jár egy csárdást egy belevaló magyar legény.